Ebben nagyon lassan játszottunk, a támadó játékunk nagyon lassú volt, és az, hogy nagyon sokat voltunk ember hátrányban, úgyhogy ez így nem volt valami jó. A Lipcsére készülünk, a második fél időt játszunk ott kint, akkor minden jó lesz. Az első fél időnek a lendületes, tehát a támadó játékból teljesen hiányzott a lendület, az átütő erő, tehát igazából ennyi volt ez az össz probléma, tehát ebből kaptunk 4-5 lerolnásból, meg nagyon-nagyon sok rossz lövésünk volt, pontosan azért, mert az lábban nem voltak előkészítve ezek a lövések. A fél időben ezt kértem, hogy ezen mindenképpen nagyot kell változtatni, ha akarunk még ettől a mérkőzéstől valamit, hát végül is ez megtörtént. Meg hát mondom, tehát azért van egy olyan összefelállásunk, amit én most a legerősebbnek látok, az nagyon keveset volt abban az összetételben a pályán, tehát mert ez a videó azért el fog jutni Lipcsébe, abban egész biztos volt. Az első fél időből nagyon sokat fogunk tanulni, ugye, hogy nem szabad ilyen lassan elkezdeni körülményesen. Sokkal nagyobb lendülettel kell, pontosabban kell játszanunk, és nem szabad buta kiállításokkal hátrányba hoznunk magunkat. Az az igazság, hogy ugye tényleg a Lipcsére készülünk, és ők is ugyanúgy meg fogják büntetni a rossz lövéseket és az eladott labdákat, úgyhogy ezt kell minél jobban visszafogni. Amikor egy nagyon nagy munka után vagyunk által, mindig az izé jön ki elsőnek belőle, tehát pozitív értelemben, és a Zsuzsinál egy kis idő kell még. Tehát itt azért a Zsuzsit én most nagyon megvédem, mert tudom azt, hogy mit dolgozott egész nyáron. És az, hogy ez a munka nem fog elveszni, tehát ez majd jönni fog, de neki több időre van szüksége, ugye a nagyobb test, az izomzat és az egyéb dolgok miatt, tehát neki még kell egy kis idő, amíg kissé válik. Úgyhogy amennyiben ő is hasonló teljesítményt fog nyújtani, akkor nem nagyon lesz már bajom.